ide bent már egészen jó a hangulat, meg jó is lesz, mert nagyon jó dalokat is fogunk ezután a beszélgetés után is lejátszani, meg egy újdonságot is, és a stúdióban Kokotia, tehát Töröki Bolya, jó reggelt kívánok! Sziasztok, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Egy kis háttérinfo, azt mondtam Ibolyának, hogy boldog új évet, előrántott egy csomagot, és benne egy Kokotia pálinkát, meg benne egy Kokotia új lemezt. Úgyhogy teljesen le vagyok taglózva, nagyon köszönöm az ajándékot. Nagyon szívesen, örülök, hogy tetszik. Így kell a műsorvezetőt levenni a lábáról, ennyi. Ráadásul még a zenei szerkesztőnek is hozott, cseles, ügyes, taktika. A női fortéje azért elő. Jaj, ne csináld. Egyébként tényleg jó pofa dolog, ez már csak azért is, mert végre kezünkbe foghatjuk ezt a gyönyörű szép lemezt, nagyon csajos lett, nagyon divatos, nagyon modern, és a hangzására is ugyanez jellemző. Hát erre vártál, emlékszem, hogy amikor az első beszélgetéseink voltak, akkor mondtad, hogy hát olyan jó lenne, ha lenne majd egyszer talán egy nagy lemez, és íme. Igen, egy év alatt össze is jött, és sikerült, köszönöm szépen. Jó, sok munka volt benne, gondolom. Rengeteg, rengeteg. Igen. Meg nagyon sok híres zenésszel is tudtam együtt dolgozni rajta. Többek között Amerikában is írtak dalokat, Svédországban, például az amerikai dalt Adél is írta részben, úgyhogy az egy óriási kihívás volt számomra, hogy azt el is tudjam énekelni. De itthoni zeneszerzőkkel, mint például Tóth G. Zoltán, aki Bialex-nek a menedzsere, vagy Vekonyz, Burai Krisztián, Havas Lajos, Csicsák Norbert, Lombos Márton, sorolhatnám. Ezekkel a lelekkel sűrűn össze lehet jutni most a magyar zenei szcénában, azért elég jók, igen. Igen, Rakoncai Viktor, Víg Arnold, úgyhogy wow. Nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen emberekkel tudtam együtt dolgozni. Igen, akartam is kérdezni, hogy egyébként a kapcsolataidnak is, tehát annak oka van, hiszen ugye te régebben is a zeneiparban dolgoztál. Most is, csak másképp. Segíts már egy picit, jó? Mert idézzük fel azokat a gondolatokat, honnan jöttél te, és hogy sikerült ez így, hogy te most énekelsz. Korábban egy nemzetközi zenecsatornánál dolgoztam zenei szerkesztőként, főszerkesztőként, és akkor úgy éreztem, hogy nem azon az úton haladok, amin nekem kellene, és elkezdtem gondolkodni, hogy mi is volt az, ami gyerekkoromban is ösztönzött és motivált, és ez az éneklés volt. Így elővettem újra, elmentem profi énektanárhoz, Havas Lajos személyében, és hosszas tanulás után megjelent az első dalom, ugye a Speed of Light. Bekészítettem egyébként, yeah. Ezt fogjuk meghallgatni, csak itt bemelegítőnek ez lesz majd. Szupi. Nagyon jó lett egyébként, és rögtön le is csaptak rá a rádiók, tehát többes számban beszélhetünk, mert igen. Ugye nem csak nálunk landolt ez a dal, hanem ennek rögtön az első dalnak nagyon-nagyon jó visszajelzései születtek, nem? Tehát erről mesélj már, hogy akkor ez hogy állta meg a helyét, és milyen teret hódított a nagyvilágban. Ez volt az a dal, ami a tengeren túlról érkezett, a Adél kezei közül részben, úgyhogy valószínű ezért is az oka, hogy ilyen sok rádió játsza. Uh-huh. A Magneoton kiadónak köszönhettem ezeket a kapcsolatokat, ami alapján sikerült megszerezni ezt a dalt, és több országos rádió, illetve vidéki rádiók is ugyanúgy játsszák a mai napig. Úgyhogy szerintem így a lemezről, ami ugye 11 dal van, talán ez a legnépszerűbb, de részben azért is mondhatom ezt, mert ez volt a legelső, ami kijött. Mindig van egy ilyen, igen, amikor az ember bemutatkozik, vagy debütál, akkor az ugye egy picit rajta maradt, tudod, és akkor egyúttal egy kicsit rezeg is a léc, mert akkor föltetted a lécet ugye egy kicsit magasra, és akkor ahhoz képest ezek kellettek olyan dalok, amelyeket te szerettél volna bizonyítani, de úgy tűnik egyébként meg a játszást, meg a visszajelzést illetően, hogy ez sikerült is. Tehát a lemez többi dalára is azért az érvényesül, mert hogy ahogy te is mondod, nagyszerű emberekkel tudtál dolgozni. Igen, 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 így van. Azt veszem észre amúgy, hogy a magyar dalokat azt szinte kezdik egy kicsit jobban is kedvelni, mint az angol dalaimat, meg sokszor kapom azokat a visszajelzéseket, hogy inkább csak magyarul énekeljek. Mert ugye ez áll közelebb a magyar szívhez, mégis, hogyha magyarul hallanak valamit. Könnyebben azonosulsz vele, persze. Így van, így van. De hogy eleget tegyek a hallgatóknak, a rádióknak és magamnak is, ezért 50-50-be. Megcsináltam az anyagot. Mert tudod, mit szoktak még csinálni egyébként az énekesek meg a zenészek mostanában, hogy rögtön kettő nyelven írják meg ugye ezeket a dalokat, igen. Javarészt, mert mi van akkor, ha esetleg mondjuk külföldre is eljut, és akkor értse már a többi ember is, ne pontosan. Csak itt van Magyarországon. Nem ehhez csináltatok ilyen füstös, autós, rohangálós, nagyon szerelmes videóklipet?
Vagy a füstöt mással keverem. Füstöt. Mert füstöt is használtatok füstöt, azt tudom. Füstöt majdnem az összes klippenbe használtunk, ja, úgyhogy ez már a védjegyem. Mondom én, van ott füst. Amúgy Tatabányán is forgattunk egy videoklippet, a Tatabányt Pandorát. Tatabányt is összefüstöltétek, láttam, igen. És igen, itt is füstöltünk rendesen a Túlmadárnál. A Túlmadárnál, igen, meg ott a környéken, ott azért vannak szuper helyek, nem? Nagyon, nagyon, olyan gyönyörű lett a klip, hogy a belső barlang képek, nagyon-nagyon szép, azt ajánlom. A Szenin barlangban volt, tehát így van így. Igen, igen. Nagyon jó, ez egy pici kis szívünk így megdobban, tudod, amikor így látsz egy videoklipet, és azt a mindenségét, hát ez itt van a madárnál, és én alatta dolgozom pár méterre, mert ha fölnézel, akkor láthatod a madarat most télen, mert a fák nem takarják el. Na hát Kokotia, az a helyzet, hogy kijött ugye az új lemez, azért ebben volt munka rendesen, és mikori egyébként, mert hogy tényleg nagyon friss, ropogós ez a lemez. Tavaly november végén jött ki, 2017-ben, úgyhogy másfél hónapos. Akkor olyan, mint a Beigli kicsit cikkat, viszont nagyon-nagyon új tényleg, és akkor ennek nyilván lesz majd egy olyan következménye, hogy te szeretnéd bemutatni, nem csak úgy, hogy a lemezt átadod a többieknek, hanem nyilván magaddal együtt. Pontosan. Látom, hogy fölhívást is intéztél. Igen, igen, igen. Élőzenekar keretein belül szeretném ezt országos szinten promotálni, előadni a dalokat, fellépni, hogy a hallgatók is személyesen találkozhassanak velem, és mindenképpen szeretném élőzenekarral, mert szerintem úgy lesz valami hiteles. Ezért most feltettem egy felhívást az interneten, hogy session zenészeket keresek, de hál' Isten nagyon sokan jelentkeznek, úgyhogy... Én nem is gondolná az ember, itt mondod itt adáson kívül is, ugye, hogy tényleg roppant sokan jelentkeztek, igen, erre a felhívásra. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokan fognak hangszert, és ez azt is jelenti, hogy nagyon sokan fognak nagyon jól hangszert. Így van. És hogy ezek ügyes zenészek. Úgyhogy összeáll, akkor reménykedhetünk, hogy hamarosan... Hogyne, hogyne! Idén már jövök Tatabányára fellépni. És a band. Jó, oké, ha figyelj, a turné keretein belül így is látni akarunk téged akkor. Mert mondtad, hogy voltak ilyen tervek nyilván, hogy az okozott a második körben legnagyobb problémát a zeneszerzés meg az album kiadás után, hogy akkor ezt hogy mutassuk pontosan meg? Pontosan, igen. Ezért ez egy nagy kérdés, hogy hogyan viszette el színpadra. Hogy annak nincs túl nagy értéke, hogyha egyszer magad kiállsz, és mondjuk alapról énekelsz, mert ugye ennek az ideje már lejárt. Pontosan. Azt hiszem. Jó, oké. Na, tavasz hogy tűnik? Jónak tűnik? Jónak tűnik. Forgalmasnak? Nagyon sok felkérésem van interjúkra, illetve klipforgatások is lesznek, amellett, hogy most élőzenekari projektben vagyok, vagy tartok, folyamatosan dolgozom új dalokon. Hát már mondhatom azt is, hogy a második lemeznek a fele igazából már elkészült. Ó, elkapott a gépszí. Elkapott a gépszí, rendesen. Micsoda. Szeretek nagyon dalszövegeket is írni, úgyhogy most ez is egy projektem. Még mit mesélj? Nagyon sok minden van. Igen, itt említettük az előbb ugye, hogy angol per magyar, tehát hogy így a lemez is nagyjából így van összerakva. Egy angol, egy magyar. Egy angol, egy magyar. Egy magyar dalt fogunk meghallgatni a Részek tündért, amit viszont Budapesten vettetek föl, jól sejtem? Igen, igen. Itt a Lánchídon bohóckodtatok? Bohóckodtunk. Egész Pestet bejártuk, látványosabb helyeket, voltunk a Parlamentnél, akkor egy kilátóba, ahol nagyon szépen be lehetett látni egész Budapestet. A Lánchídon voltunk, a Szabadsághídon. Szintén használtunk füstöt ebben a klipben is, tűzijátékot, úgyhogy itt minden lesz. Azt mondják, hogy tényleg ezek a bohém életérzések, amik inkább rád jellemzőek, és ez lehet látni a videoklippeken is, meg nagyjából azért a dalszövegeken is. Ugye nyilván voltak ilyen szerelemkeresgélések, hogy voltak útkeresgélések, de ez a dal például a Részek tündér, amit mindjárt meg is hallgatunk, ez kifejezetten ez a szelávi életérzés, nem? Így van. Jó reggelt, még bírod? Sziasztok, hogy ne bírnám? Oké, okay. Szuper, szuper. Főleg én is így egy nagy csomaggal itt az oldalamon. Pálinkával. Ha minden vendégem így jönne, azt, amit lekenyereznének mindenféle finomsággal, meg csudi jó ajándékokkal, hát nagyon köszönöm, le is fogom fotózni, és akkor veled együtt megyünk az internetre, jó? Jó, jó, szupi. Oké. Okay. Az interneten egyébként téged is lehet nyomon követni, mert látom, hogy ugye van egy ilyen szuper oldalad. Fontos, igen, azért ez, ugye ezt mindenkivel nagyjából megbeszéljük, hogy egy, főleg a zenei szcénában egy előadónak muszáj, hogy legyen egy olyan fóruma, ahol azonnal kontaktolni tudnak. Pontosan, velem. Mindenhol ott kell lenni. Nekem van weblapom is, www.kokotia.com. Uh-huh. Ott vagyok a zenei platformokon, online megvásárolható felületeken, uh-huh, Facebookon.
csoda, hogy legalább lemez még van, és tudom markolászni ezt a korongot, mert hogy ugye többen is felmerült a kérdés többekben, hogy egyáltalán csináljunk-e korongot, mármint fizikai formában. De mindenki azt mondja, hogy ragaszkodik hozzá, mert hogy legyen valamit így megfogni. Így van, kézzel fogható, muszáj, hogy igen, annak lenni. Meg hát mekkora érzés, hogy meg tudod fogni, és itt van előtted, hogy ezt én csináltam. Ne is mondd, elsírtam magam, amikor elkészült. Úgy örültem. Érzékeny szívedet, tehát az embernek nagyon sok munkája van ebben. Oké, mondod, hogy tele vagy inspirációval, nem elég, hogy megjelent ez a 11 vadonatúj dal, vadonatúj idézőben, mert vannak rajta ugye régebbi dalok is, amit elkezdtél annó a Speed of Light-tal, de hogy már most egy csomó inspiráció újonnan a fejedben benne van. Igen. Akkor ennek lesz ugyanúgy azokkal a szuperemberekkel folytatása? Pontosan, sőt, még remélem ennél sokkal több is. Szeretném a dalok felét Amerikában elkészítetni majd, ha lehetséges, de majd ez még a jövő kérdése. Sokan fordulnak egyébként tényleg külföldhez, nemrégiben, én nem is tudom, kivel beszélgettem, hogy London Lobószalóki Lázárral, Dirty Slippersből. Uh-huh. Ő mondta, hogy tőle például Londonból érkeznek a dalok, George Schilling-el dolgozott együtt egy világhírű producerrel, és hogy tényleg azért van markáns különbség, holott azt hallom, hogy Magyarországon a szakemberek pedig egyszerűen olyat tudnak nyújtani neked, nagyon profi, hogy az állad leesik. Igen, például nagyon sok dalomat Víg Arnolddal készítettem, és ő valami fenomenálisan szuper, nagyon-nagyon jó anyagokat készít. Uh-huh. Ugye a megjelenésről beszéltünk itt, ugye az is fontos, hogy tényleg a képi megjelenés is legyen az emberek előtt, ezért ugye a videoklippek is pörögnek. Igen. Mondtad, hogy tatabányát is kihasználtátok, de itt a vadonatúj, amihez szintén van, ugye a Daydream, ez megint egy angol nyelvű szerzemény lett. Erről mesélj már, mert hát ugye ez az újdonság. Igen, ez a legújabb dalom. Akarom mutatni, emellett már 2018 szerepeltök, jó? Na mesélj, hogyan született ez meg? Ezt a dalt is Svédországban készítették, és onnan kaptam. Uh-huh. Ez egy keserédes hangulatú dal. Számomra talán ez az egyik legmélyrehatóbb az összes dal közül. Ez egy álomképet ír le, ahol is a lány szerelmes egy fiúba, de kiélték magukat szinte egy éjszaka alatt, és a lány szeretné ezt a kapcsolatot folytatni, és szerelemben maradni, meg hasonlók, csak ugye a férfi, ő koppintotta. Micsoda sztereotípiák, atyaék! Azért ezt szögezzük le a hallgatók kedvéért, hogy ez nem minden esetben így nem, van, ez csak egy nem idealizált, elképzelt sztereotíp világ. Pontosan, ez csak ebben a dalban létezik. Ja, soha egy férfi nem csinál még ilyen. Nem, de úgyis. Okay. Szóval ezt az álomké, és ugye a lány az benne ragadt ebben az álomvilágban, és ez a dal erről szól. És a képi megjelenés, erről mesélj, hogy a videoklip hogyan készült, és annak körülményeibe avasd be. Ez nagyon szuper volt, mert így dzsungelképet szerettünk volna visszaadni a nézőknek, ezért elmentünk egy tropikárium-szerű uh-huh helyre, ahol körülbelül 30-40 fok volt, és szakadt rólunk a víz. Úgyhogy az egy nagyon extrém forgatási helyszínnek minősült. De hát meg vagy kínálva te így az időjárási körülményekkel, mert hát itt Tatabányán, amikor forgattatok, nagyon hideg volt, akkor hűvös volt. Így van. És akkor nesze neked be a dzsungelbe. Ott meg hát nyilván meleg van. Igen, igen. Úgyhogy műszempillától elkezdve minden leesett rólam. Szuper forgatás volt. De azt, hogy ezt az álomképet visszaidézzük, egy sötétebb helyszínt is választottunk, egy gyártelepet, egy lerobbant épületet, ahol teljesen korom sötét van, egyedül egy valami érvényesül, az pedig a világító cipőm. Úgyhogy nagyon érdekes és extrém klipnek mondhatom ezt is igazából. Tényleg nagyon cseles vagy, mert a legtöbb felnőtt ember is azt mondja, hogy akinek nem volt ilyen cipője gyerekkorában, hogy úgy felvennék egy világítós cipőt, aminek a talpa így világít, amikor ránéz. Igaz. És akkor te mit csinálsz, videoklipet forgatsz, hogy legálisan fel tud venni ezeket. Cseles, szép munka. Köszönöm. Szép munka. A helyszínek hogyan kerültek kiválasztásra egyébként? Hogy jött ez a gondolat, illetve hogyan formálódott ez a téma a fejetekben? Én találtam ki, hogy hol forgassunk, általában én vagyok a gyártásvezető uh-huh az ilyen projektekben. Hát amikor meghallok egy dalt, akkor elképzelek egyből valamit, egy képet magam előtt, és nekem valahogy úgy ez jött le egyből, hogy ilyen növényes, trópusi képet képzeltem el, és akkor ehhez mérten kerestem olyan helyszíneket Magyarországon, ami megvalósítható. Tudom képzelni, ősz a számítógép előtt, hallgatod a dalt. Jó, akkor trópusok. Rákeresünk, dzsungel Magyarországon, találat nulla, és kokotia vakarja a fejét, hogy akkor ezt most hol lehet kivitelezni. Elte füvészkert.
Ennyi, te megvan oldva. Magyarországon minden van, nem minden. Hiába jönnek ide forgatni egyébként. Jó, lesz videóklip egyébként a közeljövőben, még terveztek? Igen, pontosan. Hogyan készül, mihez készül? A következő valószínű a Lélekvándorhoz készül. Ez egy gyorsabb, pörgősebb, popposabb dal. Hát majd meglátjuk. Így tavasz berobbanásával majd pont jó lesz hangulatban. És tavasz berobbanásával akkor a hangulat jön a zenekarral együtt? Egyébként az a feladat, igen, hogy áll tehát, hogy készülődik már a csapat ahhoz, hogy téged kísérjen? Most még szelektálás van. Casting. Casting. Szép nem túl magyar szóval ejtsük ilyen. Casting. Most még castingolok egyenlőre. Amikor összeállt a banda, akkor utána pár hétig próbálunk, mert ugye általában ezek a zenészek nagyon könnyen hamar megtanulják a dalokat, én meg eleve tudom már az ének részét, úgyhogy... Mennyivel könnyebb, igen. Annyira sok dolgunk nem lesz, de szóval kicsit próbálunk, és akkor itt tavasszal már persze tervezzük. Na, nagyon jó tervek ezek, 2018 nagyon ígéretesnek tűnik akkor Kokotia házatáján. Lemezzel a kézben, csapattal, zenekarral, koncertekkel. Nagyon-nagyon jó és bőséges tartalmas 2018-at kívánok én. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szuper, hogy jöttél, legközebb nem muszájam csomagot hozni, de megtarthatod jó szokásodat. Nem átallom. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok. Örülök, hogy jöttél. Kokotia, tehát Örök Ibolya volt ma reggel a vendégünk, és akkor érkezzen most a vadonatúj dal a vadonatúj lemezről. Ennek az lett a címe, hogy Daydream.